Na, szervusz! Szomorúba! Sziasztok! Miért vagy ennyire szomorú? Nem tudom. Hogy nem sikerült a zebra? Gáspár Győzőnek lesz zebrája, ha átmegy az úton a zebrán, az az övé. De egyébként élő zebra nem valószínű. Vagy majd megvesszük a csacsit Sanyotól, akinek nagyon sok szamara van, és befestem neki fehérrel a bigyót, a kis szamarat. Nézd meg, itt van a te zebrad. Vagy hogy csinál a zebra? Jó, nem fizét rókát kértem sejét. De szép zebrám van. Jaj, de szép zebrám van. Én vagyok, hát ez házi zebrád. Az biztos 28 éve. 300 ezeret csak kell fizetni a Kulalotibi. Na most szerinted Kulalotibi az én? Na ez ingyen hazajön velünk el. Nem fér be a taskamba, de a kezünkbe elfér. De Brocajanő, hogy lemegyünk kecsütörtökön? Fel lehet tenni a falra, nézd meg. Na de akkor Brocajanő, hogy lemegyünk. De. Nagyon szépen köszönöm, Krisztián Virág, hogy melleptetek, ma tényleg nagyon magam alatt voltam. Be kell nyelnem, le kell nyelnem, el kell jutni a tudatomig, hogy zebrát nem lehet hazavinni. Örökbe fogom fogadni, és ő az én zebrám lesz. Kint lesz a tábla, hogy örökbe fogadó, José Armando alias Victorio.